Az állatok titkai. Köszöntelek benneteket, gyerekek! Folytatjuk a tegnap elkezdett történetünket. Bonzónak kölykei születnek, amelyek közül egyik tappancs. Őróla lesz most szó. Eljött a tavasz is. Apó egy este Fannihoz fordulva így szólt. Kislányom, te túl sokat adsz enni ezeknek a kutyáknak. Bonzó már olyan kövér, majd szétdurran. Mivel leteted? Fanni elnevette magát. Ugyan, apó, nem látod, hogy Bonzónak nem sokára kölykei lesznek? Kölykei? Lepődött meg az öreg. Hogy lehettem ilyen rövidlátó? Eltelt az idő. A szalmakazal kiváló menedék volt négy kölyök kutya számára. Bonzó mély lyukat ásott az oldalába, de még egy gödröt is kapart a kazal alá. Ösztönére hallgatott, hiszen ősei mind ilyen kotorékban nevelték fel kicsinyeiket. Alig születtek meg a picik, már mindegyiknek akadt gazdája, hisz Bonzó nagyszerű tettének a híre futótűzként terjedt el a faluban. Hát, ha a kölykei is olyan okosak lesznek, gondolták sokan. Pár héttel születésük után apó kedvenc időtöltése az lett, hogy kiült a tornácra, onnan gyönyörködött Bonzó és kölykei hancúrozásában. Két hét múlva már csak egy kis kutya rohangált az anyja után az udvaron. A negyedik fehér-fekete foltos kis kutyától vált meg apó a legnehezebb szívvel. De mégis odaadta, mert aki kérte, azt nagyon megsajnálta és megszerette. Lakott az utca végében egy házas pár. Az asszony már betöltötte a 40-et, amikor egyetlen kislányuk megszületett. Valami baj érte a születése alatt, és nyomorék maradt a lába. Évek óta tolókocsiban élte kis életét. Apja minden nap végigtolt a falun, s ő a kocsiából figyelt a világot, embereket, állatokat, tavasztól őszig. Az utóbbi hetekben apó kerítésénél töltötték a legtöbb időt. A tornácról nagyapa figyelte a kiskutyák játékát, a kerítés túloldalán pedig a halvány arcú, szőke, coffos pirike. Ó, mekkorákat tudott kacagni egy-egy cseles versenyfutáson, csetlésen, botláson. Az apja mosolyogva figyelte. Jól látta, nincs az a baba, bolti játék, ami ekkora örömöt okozna a kislánynak. De jó volt hallgatnia, hogy újra hangosan nevet. Már olyan régen várt erre. De 2-3 hét múlva azt vették észre mindketten, hogy minden nap egyel kevesebb kis kutya rohangál az udvaron. A végén már csak a kicsi, fehér-fekete foltos, tappancs bukdácsolt anyja mögött. Tappancs. Ezt a nevet Pirika adta neki, amikor széles mancsait meglátta. Akár egy maci, kacagott. Azon a délutánon apa bekiáltott a kerítésen. Tóth bácsi! Tóth bácsi! Nagyapa faragott görbe botjára hajolva lebicegett a tornác lépcsőn. Tessék, miben segíthetek? Tóth bácsi, nem merünk közelebb menni, nehogy az anyakutya ránk támadjon, de beszélni szeretnék önnel, mert nagy bajban vagyunk. No, ha így van, kerüljenek beljebb. Bonzót majd hátra parancsolom a kis konyhába. Szót fogad, mint a katona. Bonzó valóban megértette a parancsot, és hátra ment a helyére. Nagyapa és a vendég leültek a kerti padra, és Pirike dobogó szívvel a tolókocsiában hallgatta a beszélgetést. Bocsásson meg, hogy zavarom, szabadkozott az apa, és megköszörülte a torkát. No, csak ki vele, mi a gond? Kérdezte apu. Hát csak annyi, hogy a kislányom, és Pirikére pillantott,
Otthon másról sem beszél, csak a maguk fekete-fehér foltos kiskutyájáról. Még álmában is felfelkiált és hívogatja. Ma még sírt is, mert az anyja vitatkozott vele. Azt állította, hogy a kislány úgysem lenne képes foglalkozni vele, hiszen nem tudna futkározni utána. Sétálgatni se tudná. Szóval érti? Apu bólintott. Értem, hogy ne érteném. De a kislányom nem tudott ebbe belenyugodni. Újra és újra könyörgött, és tegnap az anyja végre rábólintott a dologra. Most már csak magán múlik minden, Tóth bácsi, nézett a férfi nagyapára. Ő a tolókocsihoz lépett, és megsimogatta a kislány fejét. Jól van, jól. Magamnak akartam megtartani, de neked, kivételesen csak neked odaadom, ha már ennyire vágysz utána. Pirike szeme felragyogott. Mosoly öntötte el az arcát, és alig tudott megszólalni. Köszönöm, Tóth bácsi, köszönöm. Ígérem, nagyon fogunk rá vigyázni. Nagyapó folytatta. Ami meg a futkározást illeti, ha te nem is tudod őt követni, ő majd futkos helyetted is. De utána jegyezd meg, mindig vissza fog térni hozzád. A kiskutyák roppant okosan ki tudják találni, hogy lehet a legjobbakat játszani a gazdival. Majd arra is megtaníthatod, hogy hozza vissza neked az elgurított gumilabdát. A gyerek felnézett rá. Magában azt gondolta. Ez a bácsi olyan, mintha a nagyapám lenne. Apu Pirike ölébe tette a kiskutyát. Jaj, majdnem kaptam tőle egy nyalipuszit, kacagott fel a kislány, és magához szorította a meleg, puha kiskutyát. Mikor hazaértek, otthon új élet kezdődött. Tappancsal, ettől fogva, minden nap foglalkozott kisgazdája. Ott aludt a tolókocsija mellett egy öronyszőnyegen. A konyha sarkában állt a tányérja. Anya, együtt szeretnék vele reggelizni, de nem akarom, hogy itt várja az asztalnál a számat lesve, hogy mikor kap tőlem egy falatot. Először neki adjál a tájából, aztán hoz nekem a kakaót. Hogy te miket találsz ki, nevetett anya. Tappancs tényleg nagyon hamar megszokta ezt a rendet. Erről fényesre nyalt tálkája is tanúskodott. Már eltelt a nyár. Készülődtek a fecskék a hosszú vándorútra, amikor a kis Pirinek eszébe jutott, Tappancs még nem tud pórázon közlekedni. Bármikor szüksége lehet rá, nézett fel a kislány az apjára. Vigyük el magunkkal sétálni. Meglátogatjuk a mamáját is. Legalább újra láthatják egymást, ha még a kerítésen keresztül is. Apa, egyet értesz? Apa beleegyezett. Jól van. Még ma ráteszem az új nyakörvét, és pórázzal is teszünk egy sétát az új kerti utakon. Te, apa! Nézett fel rá Pirike. Tudod-e, hogy van egy olyan csoda jó könyv, amiben az írója elmagyarázza, hogy lehet egy kiskutyával a pórászt megszeretetni? Én olvastam. Először játéknak fogja tekinteni az egészet. Majd huzigálja, rágicsálja. Meg akar szabadulni tőle, ami teljesen érthető. A gyerekek sem örülnének, ha egy madzagot kötnének rájuk, és más szabná meg, merre menjenek. De én meg fogom fenyíteni, ha nem fogasz szót, szólt apa fenyegető hangon. Ne, apa, ne! Ezt a póráz dolgot épp úgy, mint a szájkosára szoktatás, csak fokozatosan lehet vele gyakorolni. És semmi fegyelmezés? Ezt nem hiszem, nézett a kislányra kételkedéssel az apa. Hidd el! A lényeg, hogy minél hamarabb fölfogja, a póráz örömöt jelent. Élményt, új ismeretlen tájak, illatok felfedezését. Ó, a kiskutyák jó kezekben villámgyorsan tanulnak. És a labdajátékból is láthatod, Tappancs az átlagnál sokkal okosabb. De ha mégis fegyelmezned kellene, ezt is leírja a könyv, akkor elég egy összehajtott újsággal képen csapni, vagy úgy kell tenni, mint a kutyamama. Az fölül megragadja a kölyök nyakbőrét, felemeli és alaposan megrázza. Ettől nagyon félnek a kiskutyák, mert a levegőben rosszul érzik magukat.
Persze, mert nem madarak, nevette el magát apa. De tulajdonképpen honnan vetted ezt a könyvet, hogy már ennyi mindent tudsz a kutyanevelésről? Kérdezte kíváncsian apa. Pirike elmosolyodott. Bocsáss meg, hogy még nem mutattam meg neked. Nagymamától kaptam, meglepetés volt. Ő már régen tudta, hogy mennyire vágyom egy kis kutyára. Hogyan neveljünk jó kutyát? A címe. Apa pár percre leült a karosszékbe, őszintén meg volt lepődve. Hát, kislányom, nem gondoltam volna, hogy te már ennyi mindent tudsz a kutyákról. Mondd, kölcsön adnád apádnak a te könyvedet? Ó, persze, szívesen. Kacagott a kislány, és egy erőteljes lökéssel oda navigált a tolókocsiját a könyves polcához. Nézd, itt van. És nagy örömmel átnyújtotta a könyvet. Még aznap megkezdték a gyakorlást. Piri úgy figyelte az egészet, mint egy színházi előadást. Egy hét se telt bele, Tappancs már nem kapkodott a póráz után, sőt, eszeveszett örömmel üdvözölte, ha rákapcsolta apa nyakára. De Tappancsnak még egy nagyon fontos dolgot meg kellett tanulnia. Azt, hogy soha ne kerüljön közel a kerekekhez. Apa hátul tolta a kerekesszéket, és a kutya mellette sétált úgy, hogy Pirike tartotta a pórázt a kezében. Micsoda óriási fegyelmet követelt ez tőle. Sokan hátrafordulva bámulták őket az utcán. Micsoda hármas! Ők nem törődtek ezzel. Attól fogva naponta meglátogatták Bonzót, a mamát. Megálltak a kerítésnél, és addig álltak ott türelmesen, míg az anyakutya meg nem jelent. És ő nagyon hamar megérezte kiskölykének illatát. Már rohant is oda. A rácson keresztül kívülről, belülről összedugták az orrukat, óriási farcsóválással üdvözölve egymást. Egy ilyen látogatás alkalmával Pirike megszólalt. Apa, kérjük meg Tóth bácsit, hogy nyissa ki a kaput, és engedje meg, hogy egy kicsit újra hancúrozhassanak egymással, anya és fia. Apu először meglepődött a kérésen, de aztán ránézett a kislányra, és nem tudott neki nemet mondani. Ettől fogva már hárman gyönyörködtek délutánonként a két kutya játékában. Micsoda kergetőzés folytott a diófa körül. Ez volt a nap fénypontja kis Piri életében, de úgy tűnt, apó is nagyon élvezte a dolgot. Egy hónap telhetett el így, amikor egy nap nem nyílt a kiskapu, és Bonzót nem látták az udvaron. Mi történhetett? Kérdezte a kislány. Apa becsöngetett. Apó csak nagy sokára nyitotta ki a konyhaajtót. Akkor látták, milyen szomorú az arca. Hol van Bonzó? Kérdezte Pirike remegő hangon. Bonzó nincs többé, szólt nagyon halkan nagyapa, és félrefordította a fejét, hogy ne lássák, könnyes a szeme. Tegnap délután táviratot hozott a postás, és amíg én a küldeményt olvastam, kiment, és nem fordította rá a kallantyút a kiskapóra. Az kinyílt, és Bonzó kiszaladt az úttestre. Egy gépkocsi pont akkor kanyarodott erre, és maga alá gyűrte az én gyönyörű kutyámat. Itt elcsuklott nagyapa hangja, aztán szakadozott hangon folytatta. Ide temettük tegnap kedves diófája alá, ahol annyira szeretett feküdni a hűvösben, és ahol olyan jókat játszott a kicsinyeivel. Intett arra botjával az öreg. Mindhárman oda pillantottak, s a megdöbbenéstől mindnyájukban meghűlt a vér. Tappancs a sírdombon állt, és kaparta a földet. Érezte ott volt a mama, aki szoptatta, aki még tegnap is annyit játszott vele, egészen máig. Aztán ráfeküdt a síra, és nyűszíteni kezdett. Egyáltalán nem értette, miért ment le az anyja oda a csúf föld alá. Senki nem tudott szólni egy szót sem. Egy sárga, őszi faleveles sodort le a diófáról a szél, és elkezdett cseperegni az eső. Mind a három ember érezte itt valami olyan dolog történt, ami hasonló a legmélyebb emberi fájdalomhoz. Egy olyan dolog, amit megint nem fog elhinni senki, aki elolvassa. De az igazság nem attól függ,
hogy elhiszik-e az emberek, vagy sem. És ez nem más, mint hogy a kutyákra is érvényes. A fájdalom törvénye ezen a világon.